Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Szombaton adták át ünnepélyes keretek között az Ajka Kristály Sport Egyesület megújult létesítményét Tósok Berénden. Elsőként ide kalózoljuk el Önöket. Az elmúlt néhány hónapban itt a Tósok Berendi Ajka Kristály pályán megújult néhány dolog. Tehát először is az épületet szeretném kiemelni, a teljes belső átalakításon és felújításon esett át az épület, illetve egy külső szigetelést is kapott, és hát itt, ami mögöttem látszik, így igazából egy nagyon szép és esztétikus épületet sikerült kihozni belőle. Ezen túlmenően pályázati, TAUS pályázati pénzek segítségével felújítottuk a világító rendszerünket, a világításunk alkalmas arra, hogy esti edzéseket is tudjunk már tartani, illetve a pálya karbantartó eszközeink kerültek még felújításra, így nyertünk egy fűnyírótraktort, egy fűkaszát, öntözőberendezést, és hát azt gondolom, hogy még azt is itt kell megemlítenem, hogy egy teljesen komplett hangosító szettet is, amivel mindenféle hangosítást meg tudunk oldani a pályán. A pálya világítását milyen eseményeken fogják használni? Hát ugye több ilyen eseményre számítunk itt a pályán. Hát elsősorban ugye a labdarúgó edzéseket szeretnénk egy picit időbe hátrébb tolni. 5 óra és 7 órás kezdéssel fogunk tudni augusztustól edzéseket tartani. Emellett természetesen ez a világítás nagyon jó szolgálatot tesz majd itt remélhetőleg nekünk a különböző esti, éjszakai rendezvényeknek a lebonyolításában. A Tósok Berendér Egyesülettel nagyon komoly együttműködésünk van, és az ő általuk rendezett eseményeket is, eseményeknek is helyt ad majd ez a pálya. De szeretném külön megemlíteni a Tósok Berendi Tósok City öregfiúk labdarúgó csapatot, aki minden csütörtökön, illetve minden vasárnap ezen a pályán játssza a mérkőzéseket, illetve baráti mérkőzéseket. A mai pályavató mérkőzésnek is majd az egyik vagy pályavatónak is az egyik mérkőzését ők fogják játszani, veszprémi barátainkkal, és hát ők is esténként 8 órától 9 órától tudnak már majd itt labdarúgni, de várunk mindenkit, aki szeretne este villanyfénynél labdarúgni. Milyen forrásokat használtak fel az építkezés során? Alapjában ugye 3 forrás állt a rendelkezésünkre, az egyik a társasági adóból befolyt pénzek. Voltak itt, külön szeretném kiemelni, hogy nagyon sok ajkai vállalat és vállalkozás támogatott bennünk ebben a pályázatban. Az önkormányzati pénzeket is ide kell sorolni, és az önkormányzat a működési támogatásunk egy részét biztosította, illetve az önrész egy részét adta ezekhez a beruházásokhoz, és természetesen az Ajka Kristály üvegipari Kft. Is a rendelkezésünkre bocsátja ezt az intézményt, mint is a rezsi egy részére is támogatást ad a részünkre. Úgyhogy így ebből áll össze a támogatás. A mai napon az idényzárás is megtörtént. A felnőtt csapat 6. helyet ért el. Elégedett ezzel a teljesítménnyel? Elégedett vagyok a teljesítményért, természetesen ezt talán már mondtam is, hogy picivel előrébb terveztük, hogy végzünk, az 5. helyet céloztuk meg, de az az igazság, hogy a megyei bajnokságban úgy néz ki, hogy olyan erőviszonyok alakultak ki, hogy az 5. és a 13. helyzet között pár pont különbség van, és apró nüanszok döntenek, és döntöttek arról, hogy mi éppen 6. lettünk, vagy lehetünk volna éppen 10. is ugyanilyen ilyen játékkal. Én azt gondolom, hogy ezt helyén kell értékelni, ezt az eredményt. A 15. előző évi 15. helyezés után ez egy kimagaslóan jó eredmény, stabilizálni tudtuk a csapatot, visszatértek a nézők, 150 néző volt a Devecser elleni mérkőzésen, az már egy olyan nézőszám, amit azt gondolom egy megyei egyes klub azért elfogadna hosszú távon is magának minden mérkőzésre. A korosztályos csapatok jól szerepeltek. Úgy tűnik, hogy beérett a sok befektetett munka. Milyen helyezéseket értek el?
Mint ahogy a megnyitóban is említettem ezt, és a díjátadás is ugye megtörtént, nagyon régóta mondják nekem a gyerekek, hogy Gyula bácsi mindig mondott, hogy még egy év, még egy év, még egy év, és mindig távolabb van ez az egy év, de ez az év, ez hála Istennek úgy jött össze, hogy mind az U14-es csapatunk, aki két bajnokságba indult, egy második és egy harmadik helyezést tudott elérni, ezt nagyon komolyan értékeljük. Az U17-es csapatunk, aki pedig a veszprémi kiemelt bajnokságba szereplő labdarúgó csapat mögött lett második helyzet ebben a bajnokságban, ő pedig ugye hát ezüstérmet szerzett, mind a két csapat nagyon kiemelkedően szerepelt az évben, de kiemelkedően szerepelt az U21-es csapatunk is, akire az a jellemző, hogy egyáltalán nem megy el senki, vagy nem öregszik ki, úgymond az U21-es csapatból, úgysem senki, hogy U19-es csapat fog indulni az idén. Tehát mi már tavaly is egy U18-19-es csapattal vettünk részt a U21-es bajnokságban, és ott értünk el 9. helyezést. Ott mindenképpen szeretnénk előrelépni. A mai nap milyen egyéb programok lesznek még? Most éppen mozzajlik a pályavató mérkőzés a FC Ajka U14-es csapatával, és megtörtént már ugye a díjátadás. Utána vendégül látunk mindenkit, és 16 óra 30-tól pedig a Tósok City Öregfiúk csapata egy veszprémi baráti társasággal méri össze az erejét, ugyancsak itt a Tósok Berendi pályán. Aztán, hogy utána még mennyi ideig fog tartani a mulatság, azt most nem tudom megmondani.